A Soroksártól elszenvedett hazai vereséget és a bajnoki szünetet követően lépett pályára a sereghajtó Ajka otthonában a Kisvárda Mastergood. A vendégek a 19. percben emberhátrányba kerültek, Ribánszki kapust állította ki a játékvezető. A 43. percben büntetőhöz jutottak a várdaiak, Erős Gábor pedig megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. Egész héten arról beszéltünk, hogy ezt a mérkőzésnek mindenféleképpen meg kellene nyerni. Úgy gondolom, hogy mentálisan voltunk erre a meccsre rendkívül erősek. Ezt azért is merem kijelenteni, ugye, mert ez volt az első olyan mérkőzés, amikor emberhátrányban voltunk, és győzni tudtunk, illetve 3 pontot tudtunk szerezni. Egy meccs volt, amikor pontot sikerült csak rabolni. A forduló további eredményei Sziget-Szentmiklós-Szeged 0-3, Siófok-Soroksár 0-1, Mezőköves-Csákvár 3-0, Balmazújváros-Zalaegerszeg 1-0, Dunaújváros-Szolnok 1-1, Gyirmót-Budaörs 3-2 és Vác-Sopron 0-1. A tabella élén a Gyirmót áll 47 ponttal, megelőzve a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Zalaegerszeget. A Kisvárda 33 ponttal a 4. helyen várja a 15. Sziget-Szentmiklós vendégjátékát. A Sziget-Szentmiklósiaknál kedden az eddigi edzőt, Vágó Attilát, Tamási Zoltán váltotta a kispadon. A Sziget-Szentmiklós, hogyha jól tudom, 12 forduló óta nem nyert mérkőzést, tehát egyszer biztos, hogy át fog fordulni nekik, remélem, hogy ez nem itt Kisvárdán fog megtörténni, de én úgy gondolom, hogy egy masszív csapat, aki inkább a védekezésre helyezi a hangsúlyt, tehát nem lesz könnyű őket feltörni, és megvannak azok a gyors játékosok, akik egy kontrát tudnak játszani. De én bízom abban, hogy ahhoz, hogy mi elérjük azt a célt, amiről mi az öltözőben beszélünk, azt ahhoz nekünk itthon nyerni kell. A Kisvárda Mastergood Sziget-Szentmiklós mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, Költségtelevízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót.